Köszöntöm nagyon sok szeretettel a kedves televízió nézőit. Önök az Ébredés című műsorunkat látják. Minden hétfőn reggel 9-kor, majd este 10-kor megismételjük ezt az adást. Köszöntöm nagyon sok szeretettel Milánkovics Dániel testvér, lelkipásztor testvért, aki elfogadta meghívásomat, és itt lehet a televízióban. Én is köszöntelek nagy szeretettel, és minden kedves nézőt. Azt szeretném kérdezni, hogy olyan kedves igevers vagy ige, ami a szívedben van, és nyugodtan fűzél hozzá gondolatokat, hogy kedves nézők is hadd hallják mindezt, ami te számodra is. Mostanában sokat foglalkozunk a gyülekezetben a római levéllel, és 10. fejezet 17. versét olvasom most. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Én nagyon remélem, hogy az, amiről beszélgetünk, vagy amit a kedves tévénézők itt látnak, hallanak, mert remélem, hogy hit ébred bennük, a Jóisten felé, az Úr Jézus felé, és ezért vagyok itt, hogy erről beszélgessünk, úgyhogy ezt kívánom mindenkinek. Igen. Köszönöm. Azt kérdezném tőled, hogy hol születtél, és hol töltötted a gyermek éveidet? 76-ban születtem, Baján, és Baja alatt egy kis faluban töltöttem a gyermek éveimet. Tehát 14 éves koromig aktívan ott voltam, Dávadom. Ez egy olyan falu, ahol termálfürdő is van, úgyhogy ugye nyáron mi nem unatkoztunk, mentünk sokat fürödni, meg gyógyulni. Nyilván gyerekként nem kell gyógyulni, de azért jó volt. És ott egy kicsi faluba, 3500 lélekszámú kis faluba nőttem fel, és 14 éves koromban kerültem Bajára, középiskolába, és ott jártam középiskolába. Minden nap bebuszoztam, és utána pedig haza. Igen, és a kedves szülők, ők hívők voltak már, mikor megszülettél, vagy később lettek hívők? Hát az, hogy én Dániel lettem, az egyfajta csoda. Így van. Mert nem voltak hívők a szüleim. Nem voltak? Abszolút. Nem voltak hívők. Hát akkor mindenki a vörös zászlót lengette két kézzel, és édesanyám mégis azt a nevet adta nekem, hogy Dániel, ami abszolút biblikus név. Jó emberek a szüleim a mai napig, hála Istennek, hogy élnek, szorgalmasak voltak. Édesapám fizikai munkásként a GANZ-ba dolgozott, Marós Esztergályos. Édesanyám óvónőként dolgozott ott Dávadon, de nem voltak hívő emberek. És amikor elérkezett az életünkben egy pont, bátyámnak volt egy súlyos kerékpár balesete, addig minden szép volt, minden kerek volt, de akkor úgy megálltunk egy pillanat, és elkezdtünk azon gondolkozni, hogy az élet értelmén, hogy ennyi az élet, és ha itt vége lesz, akkor mi lesz tovább. A lélekről, hogy van-e lélek, nincs lélek. És ezen, ahogy gondolkoztunk, elkezdtünk a Jóisten irányába nyitni. Úgyhogy először ő kezdett el járni ifjúsági alkalomra, utána én is elkezdtem járni, és utánunk jöttek a szüleink. Igen. És akkor testvéreid, vagy testvéred van, csak egy? Egy bátyám, igen, aki 5 éve idősebb. Igen, de ő is megismerte az urat, tehát. Hát a családban először. Igen, ő először. Meg. Sőt, amikor 89-ben Billy Graham itt volt Budapesten, az volt az első olyan evangelizációs alkalom, ahol egész családdal ott voltunk, és amikor volt a döntésre hívás, akkor a bátyám lement a fűre, tehát ő döntött. Én meg lekísértem, hogy ne féljen, tehát azért sok ember volt ott, több mint 100 000. Hát, tudom, én is ott voltam, igen. Én is ott voltam, de valami már elindult bennem csírájában. Komoly döntés még abban a pillanatban nem, de valami elindult. De az egész családunk egy folyamat következő megtért, és hát szinte egyszerre néhány hónap eltérése volt a bemerítésen. Igen, hát még én 77-ben, mikor Tahiba volt, akkor is voltam ott, mert hozzánk közel van Tahi. Már egy éves voltam, úgyhogy mehettem volna én is. Igen. És hát
Pont egy gyermekünk született, úgyhogy a nejem az benn volt, de hát mégis elmehettem oda kitabja, hogy találkozzunk, mert hát nagyon nagy élmény volt számunkra, hogy hát megláthatjuk ezt a testvért, aki hát az egész világot beevangelizálta, úgyhogy. És amikor hát megtértetek, akkor ott Baján jártatok a gyülekezetben, vagy? Nem. Nem? Hanem ott Dávodon volt baptista. Ja, Dávodon is? Igen, gyülekezet. Igen. Bajához tartozott, vagy tartozik körzetileg ma. Akkor Jánoshalmához tartozott. Ez majd későbbiekben érdekes majd lesz. Jön, igen. De akkor Jánoshalmához tartozott Dávod, és most Bajához tartozik. Tehát oda jártunk a helyi gyülekezetbe, 40-50 fővel volt akkor a gyülekezet. Igen. Hát annyi, hogy Bajával nekünk is van a kosdiaknak kapcsolat, amikor az új imaházat építettük, fölajánlották, hogy hát elkészítik a padokat, meg 5 ablakot, amely elég nagy ablakok, és hát azt mondták, csak az anyagárat kell kifizetni, a munkadíjat ingyen meg elkészítették úgy, hogy hát valóban el is szállították ide, és nagyon jó volt számunkra, mert egy kis gyülekezet építkezett, és hát ez nagy dolog volt, hogy ők felajánlották ezt. És azt szeretném kérdezni, hogy hát amikor kezdtél tanulni, akkor mi szerettél volna lenni, tehát elsősorban nem mindjárt lelkipásztor, hanem hogy esetleg volt-e szívedbe valami más irány, amibe akartál tanulni? A középiskola után, vagy már a középiskolában volt az, hogy így elkezdett érdekelni a számítástechnika, akkor a Commodore 64-eseken mindenféle, ma ugye retro játékoknak számító játékokon játszottunk, tehát ez engem is megragadott az a világ. És a középiskola után műszaki informatikára mentem tovább, tehát távol állt tőlem úgymond még a lelkipásztorság. Viszont 90 óta, tehát hogy megtértem, azóta én jártam gyülekezetbe, ifjúságira, ifjúsági vezető lettem ott Baján, akkor a bajai gyülekezetben is előjáró lettem, de lelkipásztorságról nem gondolkoztam, hanem ebben a szakmában, informatikában dolgoztam a teológia előtt 10 évig, amikor számítógépvezérlésű gépeket irányítottunk, igen, gravíroztunk, véstünk, lézerre égettünk, tehát nagyon érdekes munkám volt. Hát onnan hívott el az úr? Lehet, hogy valami hasonlóság is lehet a te szakmád, meg az én szakmám között, amit akartál, mert én szerszámkészítő vagyok, és hát, vagy voltam, és hát ez a gravírozás, vagy bármilyen dolgok engem is hát érintettek, vagy szerettem. És hogyan fogadtad be az Úr Jézust, hogyha ezt hol történt talán, és hogy hogyan történt ez az életedbe? És nekem hirtelen az jut eszembe, hogy van, hogy szerelem első látásra, meg van, amikor mondjuk barátságból lesz a szerelem. Igen. Hát azt mondják így ilyen párkapcsolati okos emberek, hogy a kapcsolatoknak a fele ilyen, fele olyan. Hát én azt mondom, az én esetem az Úr Jézus az a második verzió, tehát nem első látásra, hanem barátságból lett egy örök létre szóló kapcsolat. Tehát, hogy említettem, amikor elkezdtem én is gyülekezetbe járni, mert így a családunkban ott volt az a nagy baleset, és elgondolkoztunk a léleken, a létezésen, az örökké valóságon, a halálon, akkor elkezdtem kutatni így ezen a területen. És nem a Biblia került először a kezembe, hanem Moody-nak a könyve, az élet a halál után. Sokan biztos ismerik, kép van rajta, alagút, és a végén egy fényesség. Nemrég találkoztam azzal a fiatal emberrel, János Almán, aki ott volt a fényképezésnél, amikor ezt a képet csinálták. És a lényeg, ott volt egy
egy hölgynek a bizonyságtétele, mondjuk így, bizonyságtétele, aki klinikai halál állapotában volt kórházban. És egyszer csak önmagát látta kívülről, tehát megállt a szíve. Igen. Megállt a szíve, önmagát látta kívülről, egy távolodott, látta, hogy mennyi nővér van, mennyi orvos van, látta a műtőt, látta a kórházat, és egyszer jött a defibrillátor, ez a egyszerűbben a hullahop. Igen. Újraütötték, és felélet, és elmondott mindent precízen. De az érdekes az volt benne, hogy ez a nő születésétől fogva vak volt. Azt. Tehát úgymond ez egy orvosi jelenség, de az bizonyította, és nagyon sok ilyen orvosi jelenség van a klinikai halál terén, hogy van lélek. És akkor gondolkoztam, hogyha van lélek, akkor talán még a nagymamámnak igaza lesz, mert ő mindig beszélt az Úr Jézusról, beszélt a mennyországról, és egyébként ő volt az, aki mindig imádkozott értünk. No. Tehát senki hívő embert nem ismertünk. De akkor a nagymama az. A nagymama mindig így köszöntett tőlünk, hogy imádkoztam értetek, és megpuszítom homlokunkat. És én meg azt gondoltam, hogy az idősek így köszönnek, és akkor elfogadtuk, engedtük, hogy megpuszi a homlokunkat. És az, hogy a családunk szinte egyszerre megtérjen, és a mai napig hívő emberek vagyunk, tehát ez nem természetes dolog, nyilvánvaló, hogy természet feletti, igen. De az én megtérésemhez nagyban ez járult hozzá, ez a kitartó imádság. Nyilván volt egy élő gyülekezet, egy élő közösség, egy ifjúsági csoport, egy befogadó gyülekezet is, és az Úr Jézus mellett döntöttem. Úgyhogy 90. december 30-án merítkeztem be, János Almán. Tehát akkor János Almán. És azt szeretném kérdezni, hogy végződött el a szívedbe, hogy lelki pásztornak indulj, vagy legyél? Egyik reggel volt az Baján, kerékpárral mentem munkába, szokott útvonalon, és ott a Csermák téren, ahol most a távolsági buszmegálló van, ott nem volt még körforgalom, hanem egy kereszteződés volt, és rendőr irányította a forgalmat, nagy volt a tumultus. Egyszer csak hallottam biciklin, hogy jön a mentőautó. Az autósok többnyire nem hallották ezt. A rendőr felemelte kezét, hogy megállította a forgalmat, innen is, onnan is. Az autósok már türelmetlenkedtek, hogy na, én jövök, mondta a rendőr, maradj el, de. És egyszer csak a rendőr autó úgy teljes gáz átszágódott a kereszteződésen. És akkor azon gondolkoztam, hogy a rendőrök, a mentősök, a tűzoltók mindent megtesznek azért, hogy megmentsék az emberek testét. Igen. És hogy én mit teszek hívő emberként azért, hogy megmentsem az emberek lelkét, az örök kározattal. És akkor így belém hasított ez a gondolat, ez az érzés, és a munkahelyemen elkezdtem magamat rosszul érezni. Hívő főnökeim voltak, keresztény zene szólt, tiszta helyen voltam, becsületes emberekkel voltam körülvéve, és elkezdtem magamat rosszul érezni, és elkezdett az Úr kopogtatni, hogy szolgálj nekem. Ekkor már 32 éves elmúltam. Igen. És ott voltam már, hogy betöltöm lassan a 33-at. Igen, hát ez nagyon jó, hogy így elmondtad. Viszont itt Budapesten mentél a teológiára végezni, vagy itt jártál, végezted el? Hát az volt, hogy tudtam azt, hogy ha az Úr elhív, akkor az elhívás mellé tudományt is kell ragasztani, tehát nem elég az elhívás, és hogy beadom a jelentkezésemet a teológiára, de akkor egy fizetésből éltünk a feleségemmel, sőt, előtte építettünk egy házat, tehát a nyakunkba vettünk egy hitelt is, egy 20 éves kis aranyos hitelt, de nem bánjuk, mert most már kifele megyünk belőle, és a lényeg az, hogy egy fizetésből éltünk, és ha én bejelentem munkahelyemen azt, hogy én elkezdem a teológiát, akkor biztos voltam benne, hogy azt mondják, hogy hát köszönjük szépen a munkádat. Feleségem meg gyesen volt, nem gyeden, gyesen, az a 20 pár ezer forintot kapott, úgyhogy együtt megimádkoztuk ezt, tehát nem én döntöttem el egyedül, hanem együtt az Úr elé mentünk, és a május magasságába
akkor a főnökségnek bejelentettem, hogy hát igen, én szeretnék menni teológiára. Kérdezték, ez mit jelent, mondom, azt jelenti, hogy minden héten föl kell jöjjek Budapestre, és több napot fönn kell legyek, és akkor azt mondták, hogy köszönik szépen a munkámat. És akkor ezek szerint a kedves nejed, ő támogatott abba, hogy lelkipásztor legyél, ugye? Hát támogatott, igen. És az egy gondviselés közben lediplomázott, igen. Tanító néni lett belőle, de nem volt munkája. Munkája. És eltelt 2 hónap, amikor még én ott voltam a munkahelyemen, azt kérte a főnökeim, hogy a következő ember tanítsam be arra a munkára, amit én végeztem. Tehát a nyár végig még kérték, hogy legyek ott. Feleségemnek még nem volt munkája, és 2 hónap múlva az egyik iskolaigazgató felhívta a feleségemet, hogy szeretne dolgozni. És akkor mondta a feleségem, hogy hát persze, hogy szeretni, mikor kellene kezdeni. Azt mondja az igazgató, hát holnap. És akkor így lett neki munkája, tehát váltottunk, hogy én voltam családfenntartó, és ő volt gyesen. Igen. És utána pedig ő ment dolgozni, és én mentem tanulni, de az Úr gondoskodása az volt, hogy a teológiai éveim alatt is hónapról hónapra ki tudtunk jönni. Igaz, megtanultuk, hogy milyen az a cukkinis tészta, sok egyszerű ételt ettünk és olcsót, nem éltünk nagylábon, de 5 évig, amíg a teológiára jártam Budapestre, az idő alatt az Úr gondoskodott rólunk. Igen. És ha megosztanád velünk a kedves nézőkkel azt, hogy hát hogyan ismerted meg a kedves feleségedet, hogyha erről is hát el tudnám. Ez is hasonló, igen? Mint az Úr Jézushoz, hogy nem szerelem első látásra, hanem barátságból szerelem. A bajai gyülekezetbe jártam be, ifjúsági alkalmakra szombatonként, és ott találkoztam vele. Nem úgy néztem rá, hogy na ő a nagy, ő se nézett így rám, hanem egyszerűen barátok lettünk. Ő is szeret énekelni, én is szerettem akkor énekelni a mai napig, és gitároztam is, és egyszer azt kérdezte tőlem, hogy lesz hálaadó alkalom, így pont most ez az őszi időszak, amikor hálaadó alkalmak vannak, hogy elkísérném a gitáron egy éneket, énekelnénk egy gyülekezetbe. És mondtam neki, természetes, tehát én nyitott voltam az éneklésre. Akkor elkezdett ő gondolkodni azon, hogyha ketten kiállunk a gyülekezet elé énekelni, akkor mindenki elkezd kombinálni, hogy akkor biztos közöttünk van valami, és akkor őt elkezdte nagyon gyötörni ez a gondolat igen. Hogy most akkor ebből mi lesz. Hát én még nem gondolkoztam, nagyon naiv voltam, vagy a tipikus fiú voltam akkor, ugye, hogy nem láttam még a jeleket, de elkezdtünk egymáshoz így lassan-lassan közeledni, de végülis a zene volt az, ami az Úr dicsérete, igen, ami így összehozott bennünket, ami a mai napig egyébként tart. Igen. Tehát így ismertem meg őt, barátságból lett a szerelem, és most voltunk 20 éves házasak. Na, hát Július akkor ez egy kerek idő. Szép kerek. Mi augusztus 11, mi is nyáron, úgyhogy... De nem a 20. Hogy? Nem a 20 éves. Hanem a duplájánál is több már. Gratulálok. Igen. És azt szeretném kérdezni tőled, hogy születtek-e gyermekeitek, vagy hát hányan vannak ezek a gyermekek, tehát hogyha ezt is megosztanád. Amikor összeházasodtunk, akkor is már talán jellemző volt az a fiatalokra, hogy először egzisztenciálisan meg kell teremteni feltételeket. Lakás, autó, hinta, garázskapu, ami kell, tehát hogy előbb legyen meg, és akkor a gyerekek. Nem tudom, mi nem így gondolkodtunk feleségemmel, hanem albérletbe kezdtünk, és nem vártunk, hanem elfogadtuk azt, hogyha igen, Úr megajándékoz gyermekkel. Hát a szomorúság annyi, hogy az első babánk az már az Úrnál van, igen. Mert méhen belül 5 hónaposan meghalt, és utána, hát akkor megtanultam sírni, tehát addig úgy ilyen erős voltam meg, hogy igazi férfi, akkor úgy könycsatornáim kinyíltak, de
2002-ben, 17 éve, tehát 3 éve a házasság kötésünk után megszületett az első fiunk Áron. Utána őt követte Sámuel, aki ma már 14 éves, igen. És a harmadikként lett egy kislányunk, Ráhel, aki 7 éves. Igen. És akkor valamelyik esetleg befogadta az Úr Jézus már, vagy még fiatalnak gondoljátok, hogy erről, hogyha... Hát a nagyobbik fiunk már befogadta az Úr Jézust. Igen, csak még nem merít. Olyan szinten, hogy amikor engem lelkipásztorrá avattak, akkor ő lehetett ott az elsők között, akit bemeríthettem. Na, hát ez úgy, nagyon hogy jó. Ez egy óriási nagy élmény volt. Igen, a saját gyermeket. Igen, igen, hogy bemerítettem. Őt megtért, tehát komoly, komoly fiatalemberről van szó. Nyilván mindenféle tini, őt is éri a világnak, igen, a hatása, de jár rendszeresen gyülekezetbe, rendszeresen szolgál, dobol, ő is zenész. Na. Egyébként már 8 éve tanul dobot, és együtt zenélünk, együtt dicsérjük az Urat. A kisebbik is már táborba befogadta az Úr Jézust. Igen. A Sámuel 14 évesen. Ő neki még érni kell egy picikét. Igen. Igen. De élő hite van. Igen, tehát, na ez nagyon jó. Se Ráhelünk is, de meg 7 éves. Tehát neki még azért nem ér le a lába bemerítő medencébe, tehát vele még várni kell egy kicsit. Igen. Hát amikor hát elvégezted a teológiát, akkor hova hívtak meg első hely? Mi volt az a hely, ahova szolgálni elmentetek? Tehát. Hát hála Istennek, hogy sok helyen szolgálhattam, igen? Akár a teológia évei alatt, akár legációba, akár vendégszolgálatként, meg országos ifjúsági vezetőként is több, nagyon sok helyen voltam az országban. De a teológiai éveim alatt a János Almé gyülekezet vezetője és a felesége keresett meg engem és a feleségemet, hogy az utolsó 2 évet mi lenne, ha ott töltenénk gyakorlatként. Mert mai napig a teológián az a gyakorlat, hogy Budapesthez közeli gyülekezetbe igen. Teljesítsék a teológusok a gyakorlati az évközi gyakorlatot. Na most nekem egy kicsit probléma volt ez, mert hát már 2 gyerekünk megvolt ott Baján, tehát nem volt olyan egyszerű itt az ingázás, főleg úgy, hogy én szerdán följöttem, és vasárnapig fönt legyek Budapesten. Tehát volt, hogy egy héten 2-szer megtettem ezt a távot, volt, hogy pénteken följött a feleségem gyerekekkel, és együtt voltunk. Szóval nem volt könnyű ez az időszak, de a János Almé gyülekezetbe kezdtem el így a gyakorlati évet, az utolsó 2 évet, és a gyakorlati évek után a gyülekezet szavazott a meghívásról, és 100%-ba meghívtak, úgyhogy a mai napig ott vagyok lelkipásztor. Ott vagy. Igen. Hát ez nagyon jó. De akkor nem feltétlen ott laktok, hanem Baján talán, vagy hát ott is van egy szolgálati lakás? Igen, igen, egy kicsit nehéz, amit csinálunk, ez a két laki élet. Nem mondom, hogy a legjobb így. Igen. Ez egy ilyen szükségállapot. Nem tudom, hogy miért kellene így lennie, így van, elfogadjuk. A Baján van egy házunk, ott építkeztünk, János Almán pedig van egy nagyon aranyos szolgálati lakás. A probléma az volt, hogy ott János Almán nincsen gimnázium. Igen. A nagyfiunk már gimnazista, most már 3. éves, és nincs gimnázium, tehát hogyha átköltözünk, akkor neki kell minden nap ingázni valahova. Igen. Vagy Kiskunhalas felé, vagy Baja felé. Ami nagyobb probléma, hogy a feleségemnek nem kaptunk ott munkát, akkor neki is ingázni kell. És akkor inkább én vállaltam azt, hogy főleg ez egy nagyon veszélyes útszakasz, amiről beszélünk, ott Baja János Alma között, hogy inkább én vállaltam azt, hogy inkább én ingázok, szerdán, csütörtökön járok az iskolába, hittan tartok gyerekeknek. Na. És szombaton, hétvégén már együtt megyünk a családdal, tehát akkor már együtt vagyunk ott János Almán és a szolgálati lakásban, a gyülekezetben. Igen, akkor hát így a lelkipásztori szolgálat mellett tanítasz is iskolába? Tehát, igen, hogy igen. Milyen korú gyermekek, vagy ez a baptista szeretett szolgálatnak az iskolája, vagy pedig
vagy állami, tehát... Ez állami fenntartású igen. iskola, a János Almi Hunyadi általános iskola. Három vagy négy éve volt, hogy először oda mentem, és 8 tanulón volt akkor. Hát elterjedt a gyerekek között is a jó hír, a szülőknek is szimpatikus volt. Mi nem is baptista hittannak hívjuk az órákat, hanem bibliaismeret órának, mert igen, a Bibliát tanítjuk. Tehát igazából az, hogy olvassák a gyerekek, hogy megértsék a Bibliának a könyveit. Úgyhogy nem a baptista hitvallásról beszélek igen. nekik, hanem a Bibliáról. Tehát ez, hogy hogyan van felépítve, igen. mit üzen nekik. Az első évben 8 gyerekem volt, 8 tanulóm, utána a következő évben 20, a következő évben, ami most kezdődött, 26 diákom van 8 osztályból. Én nagyon szeretek ott lenni, a igen. gyerekek között, a kollégák között, tanár kollégák között is. Gyakran viszem a gitáromat, énekelünk, viszem a kis hangszórót, vagy a kis iPadot, és akkor nézzünk videókat. Hát természetesen nézzük a hittankönyvet is, mert nagyon igen. szép az összes korosztálynak igen. a hittankönyve, tényleg csodálatos. Úgyhogy élvezek ott lenni az iskolába, ami kicsit más, mint a hagyományos lelkészi igen, szolgálati hogyne. Kör, de azt látom, hogy így, hogy az emberekkel, tanárokkal, szülőkkel, gyerekekkel napi aktív kapcsolatban vagyok, ez építi a lelkészi munkát. Igen, és volt következő hely, ahova meghívtak szolgálni, tehát mint lelki pásztort. Tehát vagy csak ott maradtál? Tehát a kérdés az, hogy meghívott egy olyan gyülekezet, hogy igen. menjek el Jánoshalmáról, igen. és hogy ott szolgáljak. Hát volt az évek alatt. Igen. Igen. Az, hogy hova, azt nem szeretném úgy elmondani. Értelek. Aha. De azt éreztem, hogy ott van helyünk Jánoshalmán. 7 éve vagyunk ott, ebből 2 gyakorlati év volt, igen. És én azt láttam, hogy ott van egy olyan folyamat, ami elindult, és akárki hívott, így én azt éreztem, azt kaptam az Úrtól, hogy nem, tehát nem kell igen. még mennünk, nem voltam kész arra, hogy menni, hogy nyitottnak lenni. Úgyhogy ott vagyunk, ott szolgálunk egyenlőre, ameddig az Úrot akar látni bennünket. Igen, és hát most körülbelül milyen létszámú ez a gyülekezet, hogy nézők is körülbelül be tudják satszolni meg, hogy hát hivatalos lelkész is vagy, és azért. Uh-huh. Tehát baptista gyülekezetekben úgy néz ki, hogy a bemerített tagokat, azok a tagok, igen. azokat számoljuk, tehát körülbelül 51 fő, igen. körülbelül pontosan, plusz a gyerekek. Az igazság az azért hozzátartozik az, meg hogy... Meg akik jönnek vágyakhoz. Hát barátkozók, igen. Igen, igen, esetleg szülők néha jönnek. Átlagosan egy gyülekezeti alkalmon 45-en vagyunk. Néha többen, néha kevesebben, de egy kis gyülekezetben vagyok, úgymond. Igen. De ez mellett meg ott van a kerületbe végzett szolgálatom. És a kedves nejednek is van ott valamiféle szolgálat a gyülekezetben, vagy nincsen? Van. Van? Van, igen. Hát lehet azt mondani, hogy van egy ilyen sztereotípia, hogy a baptista lelkészek felesége a first lady, és akkor ő a női körvezető, ja, énekkar, gyerekmisszió, stb. Hogyne ezek a területek? Hát feleségem is nagyon szolgált kész, és sok mindent vezet. De többek között a vasárnapiskolát ő igen. tartja, akkor a női kört is összefogja ott a nőket a gyülekezetbe, és egészségesebb is az, hogy mondjuk a nő lelki gondoz nőket, igen. és nem a férfiaknak kell lelki gondozni nőket. Úgyhogy az éneklésben is szolgatársam mellettem van. Nem beszéltünk még a zenekarunkról, tehát ott is. Igen. Ott is együtt úgy indult ez a zenekar, az a nevünk, hogy Karneol, hogy ott Baján, amikor mi ketten elkezdtünk együtt énekelni, oda költözött Vajdaságból egy gitáros fiú, nagyon ügyes volt.
és alakítottunk egy zenekart. Utána Erdélyből oda költözött egy orvos, aki meg billentyűs volt, és mondom, hogy ha ilyen jó zenészek már egy helyen vannak, akkor mondom, az úr biztos akar valamit. Igen. Na, akkor még tinik voltunk, de mai napig működik ez a zenekar, és legközelebb majd jövő hétvégén fogunk a férfi konferencián szolgálni Balatonszárszon. Na. Ott fogjuk az urat dicsérni, férfiakkal együtt. Igen. Hát nagyon jó, hogy akkor van ilyen fajta szolgálatotok. És esetleg csak annyit kérdeznék, hogy van valami különleges misszió feladatotok is, ahogy kifele vagy bár milyen irányba, tehát a gyülekezetnek. Gyülekezetnek? Igen. A évről évre ez a cipős doboz akcióban benne vagyunk, tehát az egy külsős programunk. Dolog, így a várossal is fúzionálunk, tehát vannak közös alkalmaink. Minden hónapban van gyerekklubunk, amit városi szinten meghirdetünk, ott János Almán. Ott János Almán van egy intézmény, Sorsok háza, ahol alkoholistákat és pszichiátriai betegeket látnak el, és ott a gyülekezet vezetőnk ennek a vezetője. Igen. Úgyhogy egy ilyen kapcsolat is van, úgyhogy ott részt veszünk a kisváros életébe aktívan, igen. Igen, hát ez nagyon jó. És azt szeretném kérdezni, hogy volt-e olyan az életetekben, amikor hát eléggé nehéz próba, vagy amin átsegített az Úr, és hogyan jöttetek ki belőle, hogyha ilyen dolgot is megosztanám, mert a nézőknek nagyon fontos ez a terület. Hát kettő is volt, ami olyan meghatározta ugye a hitemet, és amivel kezdtem, hogy a hit hallásból van. Hát lehet azt mondani, hogy ez két olyan pillér az életünkbe, ami nagyon-nagyon fontos pillér. Az egyik az, amikor a baji gyülekezetben előjáró voltam, ifjúsági vezető voltam, és voltak nehézségek ott a gyülekezetben, mindegyikben van, ott is volt nehézség. Az egyik vezetőtársammal volt nézeteltérésem, és nagyon sokszor mondta azt nekem, hogy nem jó úton vagyok. És hogyha sokáig mondják az embernek, akkor előbb-utóbb elhiszi. Jó, hát és tényleg azt mondtam, uram, tényleg nem jó úton vagyok, hogy vizsgáljam meg, és hogyha nem jó úton vagyok, akkor meg kell térni ebből. Úgy történt ez az egész, hogy azt mondtam, uram, én kész vagyok arra is, hogy akár elmenni másik gyülekezetbe, vagy eladni a házunkat, amit előtte építettünk, és volt egy lehetőség, munkalehetőség itt Budapesten, hogy akkor eljönni Budapestre. De mondom, ez olyan kaliberű döntés, hogy hiszem azt, hogy a házunkat is tőled kaptuk. Én mondom, én nem akarom ezt a döntést meghozni, mondtam az Úrnak, hogy elég jó nagy füleim vannak ahhoz, hogy mondd meg. Tehát ahogy most mi beszélgetünk, hogy így mondja meg az Úr azt, hogy maradjunk, vagy menjünk. De azt is tudtam, előtte olvastam, hogy Lorraine Kennegannek a könyvét, hogy valóban te mondtad, Uram, hogy ahhoz, hogy az Isten ilyen szinten megnyilvánuljon, ahhoz nekem is meg kell szentelni magamat, és elhatároztam, egy 3 napos böjt lesz most. És csak a feleségem tudott erről, hogy nekem ilyen vágyom van, hogy az Úr az én nagy füleimbe mondja bele azt, hogy mit kell tenni. Hétfőn elkezdtem ezt a böjtöt, csak vizet ittam, nem olvastam újságot, nem néztem tévét, elmentem dolgozni, elláttam a feladatomat, de mindent kizártam, csak az ige, az imádság volt ott. Akkor kedden is ez történt, és szerdán az állított szerint az volt a példabeszédek könyve, hogy az igazak ösvénye egyre világosabb lesz délig. És éreztem azt, hogy ezt most nekem mondja az Úr. Az, hogy igaznak talál, tehát, hogy nem vagyok hamis, nem vagyok rossz úton, hogy igaznak talál, ami nekem óriási élményt adott. Igen. És a másik, hogy megkapom másnap délig a választ. És másnap délen csütörtökön elmentem dolgozni, de mai napig emlékszem a reggelimre egyébként, hogy mi volt, 3 napos böjt után. De ahogy telt az idő, ránézek az órára, és 3:12 volt. Mondom, Uram, mondod bárki valamit, hogy mit csinálja, hogy ezt csináld, azt csináld, de semmi. És akkor egyszer csak csörög a telefonom,
És látom, hogy ki van írva, hogy magántelefonszám. És hát fölveszem a telefonomat, mert nem tudtam, hogy hogy fog az úr szólni, csak hitem volt, hogy fog szólni. Fölveszem a telefonomat, és egyik barátom hívott Los Angelesből. És azt mondja, hogy te, Dana. Azt mondja, felébresztett az úr, és azt mondta, hívjalak föl. Most mondom neki, hogy hát mondom, mondjad. És akkor azt üzeni neked, hogy folytasd a gyülekezetben a szolgálatodat, és hogy olyanokat hívjál meg vendégségbe, akik nem tudnak visszahívni. Igen. És pont délbe tettem le telefont, nem tudtam, hogy hogy fog szólni az úr, de ilyen módon szólt, és akkor Los Angelesben 3 óra volt éje. Igen, és, hát az és is tudtam nem. Azt, hogy a gyülekezetben kell maradnom, hogy a szolgálatomat tovább folytatni, mert ez egy 7 éves nyűglődés volt. Hú. 7 éves ilyen tartós nézeteltérés. És ott maradtam a gyülekezetbe, szolgáltam tovább, és így megerősített az úr. Ez volt az egyik nehézség, úgymond az életünkben, de mégis azt látom összességében, hogy a javamra vált. Mind az úrra való kapcsolatomban megerősödtem, mind pedig olyan emberekkel kerültem kapcsolatba, akikkel ezelőtt soha. És a másik, az pedig így az avatásom, hogy lelkipásztorrá avattak, a körüli időszakban volt, pontosan ősszel lelkipásztorrá avattak, és tavasszal Szabadkán is szoktam szolgálni a baptista gyülekezetbe. Igen. Feleségem mondta, ő most nem jön velem, mert a nagyobbik fiunk rosszul érezte magát, ilyen vírusos tünet. És mondtam, jó, egyedül megyek. És aznap délelőtt pedig arról tanítottam, hogy Szabadkán, hogy az Istennek ma is van hatalma gyógyítani. És erről tanítottam, utána egyik család vendégül látott ebédre, elmentem ebédelni, soha nem álltam át előtte szerb mobil hálózatra, de akkor átálltam, és a feleségem hívott telefonon, hogy azonnal induljak haza, mert rosszul lett a fiunk. De olyan szinten, hogy leesett a földre, és rángatózott, tehát úgy nézett ki, mint epilepsziás lenne. Igen. De nem az volt, mert nem múlt el ez az állapot, és a rohamentőt kihívták, nem tudtak semmit kezdeni vele, és én rögtön elindultam Szabadkáról Bajára. Bajai kórházban nem tudtak vele semmit kezdeni, megvizsgálták. Szeged, a klinika nem tudta fogadni, Pécs nem tudta fogadni, féltek, hogy vírusos, és hogy izolálni kell, nem tudták izolálni, elkülöníteni, és Kecskemétre került be 9:30 este. Intenzívre. És hát kiderült, tehát aznap, amikor arról tanítottam, hogy az Istennek ma is van hatalma gyógyítani, délután a fiunk vírusos agyvelő gyulladás miatt rosszul lett. És akkor már, amikor Kecskemétre került, akkor már lélegeztetőgépen volt, és az egész gyülekezet minden nap összejárt imádkozni, a lelkészi kör, így az egyházban voltak, akik külföldről is így becsatlakoztak így az imaközösségbe, és imádkoztunk az áramért, hogy gyógyuljon meg. Valahogy volt békességem afelől, hogy meg fog gyógyulni, mondtam, Istenem, nem lehetséges az, hogy délelőtt arról tanítok, hogy neked van hatalmad gyógyítani, délután meg meghal a fiunk. Mondom, nem lehetséges ez. Igen. És azt fogadtam meg, hogy ameddig ő nem eszik, addig én sem fogok. És valahogy Igen. azt éreztem, hogy csütörtökön lesz az a nap, amikor majd ő is ehet. Igen. Tehát, hogy megint egy 3 napos Igen. bőjt. És ott voltunk feleségemmel 24 órában az ágya mellett, és ott próbáltuk terelgetni, mert olyan állapotban volt, hogy nem lehetett vele kommunikálni, de egyfolytában az ágyon vándorolt. Sokszor az infúziót kiúzta kezéből, a térdén, a könyökén égési sérülést szenvedett, mert nem volt képbe, az agy még nem dolgozott rendesen. És hát hála a Jóistennek, hogy ahogy imádkoztunk érte, csütörtökön kinyitott a szemét, láttam a tekintetében, hogy tudja azt, hogy képbe van, hogy most, hogy kórházban van, és meg is kérdezte, hogy kórházban van, és mondtam, hogy igen. És elkezdett a gyógyulása, a javulása, úgyhogy hála Jóistennek, nem tudom miért, de valami módon megkegyelmezett rajtunk, de meggyógyult az Áron. És ma a 3. gimnazista, jó tanuló, úgyhogy építészmérnöknek készül. Hát, úgyhogy ez egy nagy dolog, megtapasztalás, igen. Csoda volt így az életünkben.
Igen, hát ilyen dolgokon át kell menni hívőknek is, és ezért nagyon fontos, hogy halljanak a kedves nézők is, hogy annak ellenére, hogy lelkipásztor vagy, és hogy akár pont erről beszéltél, és bekövetkezett egy olyan dolog, ami hát nem volt könnyű, de hát a hitetek meg volt próbálva. És hát Isten mindig ad kimenekedést, hogy azt is elszenvedjük, azt mondja az ige. És hát fontos nagyon ez a terület, hogy erről is hát így szóltál, mert akár a családba, vagy akár a feleség, vagy a mi életünkben is, ha átmegyünk olyan nehéz helyzeten, de fontos, hogy bízzunk az Úrban, és ő velünk van, és ő megsegít. A következőben szeretném megkérdezni azt, hogy hát ez egy Ébredés című műsor, és hogy ezzel kapcsolatban mi a látásod, véleményed. Nyugodtan fejtsd ki. Az ébredéssel kapcsolatban nagyon érdekes, és valószínűleg, hogy minden hívő ember más gondol. Igen. El tudom képzelni azt is, hogy sokan úgy gondolkoznak az ébredésről itt Magyarországon, hogy egyszer csak elkezd zúgni a szél, és az utcán az emberek úgy megtérnek, elkezdnek sírni, megvallják a bűneiket, elkezdenek gyülekezetbe járni, gyülekezetek elkezdenek rohamosan növekedni. Na, én nem ennek a híve vagyok. Igen. Hát én nem ezt gondolom. Tehát én azt mondom, hogy az Isten mindenhol jelen való. Mindenhol ott van az Isten. Tehát olyan nincs, hogy itt nincs. Igen. Itt van az Isten. Ott van az utcán. Mindenhol az Isten ott van, jelen van. Viszont az Istennek a dicsősége az nincs mindenhol jelen. Így van. Visszatérek az előző történethez, amikor az Áronunk meggyógyult. Minden nap imádkozott a gyülekezet azon a héten. A nyugdíjas lelki pásztor, aki ott a gyülekezetünkben volt, Isten nyugosztalja, Csaplár Józsi bácsi, felhívott telefon, és azt mondta, nekem van egy bete nevem, hogy Dana, azt mondja, te Dana, maradj a családdal, majd vasárnap szolgálok. Mondom Józsi bácsinak, hogy mondom, ezen a héten volt időm eleget Bibliát olvasni, imádkozni. Mondom, van üzenet. Hála Istennek, hogy jobban van az Áron. Mondom, megyek haza a gyülekezethez, és mondom, amit az Úr a szívemhez elmondom. Igen. Hazamentem János Almára, hirdettem az igét. Nem emlékszem, hogy olyan nagyon extra dolgokat mondtam volna, az alap evangéliumot, de végén azt éreztem, hogy hívjam döntésre az embereket. És hatan előre jöttek akkor. Igen. És volt egy például egy fiatal fiú, aki előre jött, nagyon huligán volt akkor. Kérdeztem tőle, hogy mondom, örülök, hogy előre jöttél, de miért jöttél előre? És azt mondta nekem, te Dana, mondja, úgy remegtek a lábaim, hogyha én a helyemen maradok, én elájulok. Azt mondta, hogy nem tudok úgy élni, ahogy ti éltek, de tudom, hogy ez a jó döntés. Egy másik testvérnő, idősebb, ő azt mondta, hogy ő eldöntött, hogy nem jön előre. Mert ő már gyerekkorában megtért, igaz, még nem merítkezett be, de ő már behívta az Úr Jézus gyerekként, ő nem jön még egyszer előre. És egyszer csak azt érezte fizikálisan, hogy egy tenyér megfogja a hátát, és hogy előre tolta, pedig nem volt ott senki. Senki. És tehát ez az, amikor a gyülekezetben megjelent az Isten dicsősége. Így van. Sokat imádkoztunk, szégyen nélkül dicsértük az Urat, kompromisszum nélkül hirdettem az evangéliumot, megtérésre írtam az embereket, és nekem az a véleményem az ébredéssel kapcsolatban, hogy először velünk, keresztényekkel kell, hogy történjen. Így van. Hogy mi ébredjünk fel. Azt, hogy ami a Bibliában van az Úr Jézusról, az ő életéről, amit elénk élt, hogy ezt mi is megéljük. Hogy ha kell, böjtöljünk, ha kell, még többet imádkozzunk, ha kell, még többet olvassuk a Bibliát. Hogy a munkahelyen, az iskolába, a szomszédoknak ne szégyeljük megvallani az evangéliumot. És hogy az Úr Jézusról tegyünk bizonságot. És hogyha ezek a személyes bizonságtételek megvannak, akkor minden hívő, minden keresztény hiteles életet élve elmondja bizonságtételét a környezetébe, és akkor az embereket érdekelni fogja az Isten.
képmutató kereszténységre nincs szükség se Magyarországon, se Európában. Így van. És hogyha a keresztények felébrednek, és tényleg komolyan veszik azt, ami Bibliában van, és megéljük ezt, akkor lesz ébredés Magyarországon. Úgyhogy röviden az ébredésünk nekem ez a, igen, ez a meglátásom, ez a véleményem. Hát segítsen a Jóisten bennünket arra, hogy ez így legyen. Nagyon jó, sőt, hát én is ezzel teljesen egyetértek, hogy hát már több testvér volt bent itt, és hát volt, aki kérdezte a lelkipásztorát, hogy hogyan hát érkezik el az ébredés, és azt mondta, hogy fiam, menj haza, és egy, a szoba közepén húzz egy kört magad körül, és akkor hát benned kezdődjen el az ébredés, és hát úgy én is úgy azt tapasztalom, ahogy te is mondtad azt, hogy mikor megértettem bizonyos dolgokat, vagy igazságot, én is elkezdtem bőjtölni. És volt, amikor hát, ahogy mondtad, te is 3 napot, vagy 4 napot, de utána Isten úgy vezetett, hogy hát kedden és pénteken bőjtöljek, meg vasárnap ugye 1 óráig, mikor az Isten tiszteleteknek vége van, tehát hogy a vasárnap ebédnél mégis a gyerekekkel vagy együtt át tudjuk ezt tölteni. És ez valóban elsősorban a mi életünkre hat, nagyon jó hatással tud lenni, mert sok mindenre, vagy elvégzi az Úr az életünkben, hogy akár felhagyjunk, vagy akár, hát hogy ne tegyünk olyan dolgokat, mint más, megteheti szabadon, de mi mégis hát elzárkózunk bizonyos dolgoktól, és hát én is így tapasztaltam meg ezt, mert hát az Úr úgy vezetett, hogy hát a feleségem kiskörösi, az apósom hívő ember volt, de egy keze volt, és hát előtték a fronton, de hát ő készített hát sok bort, mert hát 142 hektár bor volt, amikor megházasodtunk neki. De nem részegedett meg ő, tehát nem is erről van szó, de hát fontosnak látta Isten, hogy olyan szolgálatra elhív engem is, hogy most a kórház misszióba, hogy szolgálok, és jönnek olyan emberek akár a Szijjártriáról, akik hát az iszákosságnak a rabjai. És ahhoz, hogy ha én is, bocsánat, ha iszogatnám a bort vagy a szeszt, akkor nem igazán tudnánk értük imádkozni, és mint egy hallható hangot, ahogy mondtad is, hallottam, hogy ne igyak többet szeszes italt, és hát ez 78. május 14-én volt, és hát azóta nem ittam. Hál' az Úr. Úrvacsorát se? Hát az úrvacsora az más dolog, mert ez teljesen különálló dolog, hanem csak azt, de hát olyan értelemben pont szombaton is voltunk egy ilyen baba köszöntőn Kosdon, és hát ilyen helyeken általában van pezsgős köszöntés. És már a polgármester ismer, hogy hát én nem fogadom el ezt, és hát akkor hozzák a kölyök pezsgőt. Hát mondom, azt meg azért nem fogadhatom el, mert ha valaki látja azt, hogy én iszok, és akkor azt mondja, hogy mégis iszok, nem tudja, hogy most ez kölyök pezsgő vagy nem, és hogy nagyon könnyen hát úgy gondolják, hogy akkor mégis én megszegtem az én szavamat, de nem, mert hála Istennek, hogy hát volt, amikor voltak kint miniszterek is, de akkor sem, meg a gyerekeknek, a 4 gyermekemnek az esküvője, vagy sorolhatnák, vagy szilveszter, tehát ilyen módon sem, hát nem ittam a szeszből, és hát azt látom, hogy hát Isten nagyon megőrzött, meg hát a családban is volt olyan eset, amikor a dédnagyapám 13 literes kishordót 2-szer fölemelt és megitta. Lement a lépcsőn,
hanyatt esett, beütötte a fejét, és 6 évig mind elmebeteget kellett gondozni. Tehát látjuk a következményét is ezeknek a dolgoknak. És az első unokatestvéremnek is a testvére, hát úgy járt, hogy ment haza, már szüksége lett volna csontvelőre, azt mondta, ezt ő már nem vallalja be, és tolatott egy nagy busz, és oda mögéje oda ment is. Hát gondoljunk bele, hogy hát milyen szomorú család részére, vagy ha ilyen dolgok is történnek, mert hát magában, amikor a kórházból is jönnek a pszichiátriai betegek, nagyon sokan meg vannak kötve ezzel. Volt egy ember, aki azt mondta, hogy hát ne érte imádkozzak, egy ilyen kerettel jött el, hanem a feleségért, meg a gyermekeért, mert azok hát betegek. És mondom, hát magáért miért nem kell? Hát én annyira bűnös vagyok, azt mondta, hogy értem, nem kell. Hát mondom, mi az a bűn, hogy nem kell érte? Hát azt mondja, 4 liter bort megiszok naponta. Na most hát így bevallotta, kijött belőle, és hát ez az ember megtért, és hát imádkoztam érte, mert várt egy ilyen protézis műtétre, és hát olyan csodálatos volt, hogy elkezdett szabadon menni, úgyhogy, és ott a kórház misszióban. Tehát úgy azt látom, hogy Isten nagyon sok mindenre elhív is minket, ha engedelmességgel vagyunk, vagy pedig felhasznál olyan területen, amikor hát valóban emberek nehéz helyzetbe kerülnek, és hogy keresik a kiutat. És nem mindegy, hogy hogyan vagy miképpen hát tudjuk ezt megadni az ő számukra, mert ez úgy van, hogy ha én, bocsánat, gibic vagyok egy dolgokban, akkor nem igazán tudok helyesen tanácsot adni, de amikor átmentem, vagy meg vagyok próbálva, akkor valóban ez hathatós lesz azok számára, amikor hát beszélek velük, és amikor hát jöttek az utóbbi időben legalább 7-en vagy 8-an a pszichiátriáról, és hát hálás voltam az Úrnak, hogy befogadták az Úr Jézust, és meggyógyultak. Kijöttek a depresszióból, vagy hát ilyen voltak, akik sajnos ilyen önkezükkel akartak maguknak bajt okozni, és azok is megtértek, kiszabadultak. Hát Isten látja az embereket, hogy mikre hajlamosak, mikre képesek, de nagyobb az, aki bennünk van, és az, aki fel akar készíteni arra, hogy hát valóban embereknek tudjunk segíteni. És hát örülök annak, hogy te is hát itt különböző gyülekezetekben végzed a munkát. Még annyit, hogy hát az egyházunknál vannak ilyen kerületekre osztva területek, és te is a déli misszió kerületnek vagy az elnöke. Igen, igen. Igen. Hogyha... Hát most már ez több mint 3 éve van így. Még 1 évünk van így a választásig. Azon a napon, amikor Kiskunhalason volt a választás, és már lelkipásztor voltam, mentem oda, és mondtam, Uram, én nem tudom, mi a terved velem, de hogyha az emberek bizalmat szavaznak nekem, minden lelkipásztor felkerült a listára, hogyha ott a gyülekezetek képviselői megszavaznak, vagy kapok szavazatot, bármennyit, igen, és akkor szeretnék úgy beállni a szolgálatba, a misszióba, még nagyobb válszélességgel, és hát a legtöbb szavazatot kaptam ott. Akkor én is ledöbbentem ezen, igen, a dolgon, de hát azóta a kerületben elnök lehetek. Ami azt jelenti, hogy Bács-Kiskun megye és, igen, Csongrád megye tartozik a déli egyházkerülethez, 23, igen, gyülekezettel, több mint 2200 taggal, és akkor itt a gyerekek még nincsenek is benne. Minden hónapban szervezünk lelkipásztori munkaközösség
találkozót, akkor csak lelkipásztorokkal vagyunk együtt, akkor ősszel van egy kerületi hálaadó, évközben vannak pályázatok, amelyek hozzánk futnak be, mi bíráljuk el, akár evangelizáció, akár innováció, építkezés. Nyáron tábort szervezünk, gyerektábort, most Tahiba voltunk idén megint, meg jövőre megint oda megyünk, és ami egy új dolog volt a kerületbe, most idén pünköst hétfőn szerveztünk Soltvad kerten a kempingbe egy kerületi családi napot, ahol szólt az evangélium, dicsértük az Urat, de volt gasztronómia, és sütöttünk, főztünk, baráti társaságokba, tehát nem egy közös volt, hanem mindenki azt főzött, amit szeretett volna, ő hozta, elkészítette, és hát én nagy hittel több mint 700 karszalagot rendeltem a regisztrációba, de a kezdés előtt szóltak ott a testvéreink, hogy elfogyott a karszalag, és több mint 800-an voltunk ezen az első alkalmon. Az egyháznak vannak légvárai, azt is odahoztuk, gyerekeknek felállítottuk. Úgyhogy nagyon-nagyon felemelő alkalom volt. Tehát ilyen tevékenységünk van a kerületben, amit még én foghatok össze, én szervezhetek, élvezem, szeretem ezt csinálni. Igen. És úgy mondom, hogy a kisebb gyülekezet mellett erre is van kis energiám, időm, hogy ebbe benne legyek. Hogyne. Hát az időnk nagyon elszaladt, és arra szeretnélek kérni, hogy egy imával szoktuk befejezni ezt az alkalmat, és hogy először te imádkozzál, amit az Úr a szívedre ad. Köszönjük neked, édesatyánk, ezt a beszélgetést, és köszönjük azt a lehetőséget, hogy akár így monitoron keresztül, tévé képernyőjén is mondjunk olyan dolgokat, amit az életünkben végeztél, bizonságtételünket, azért, hogy épüljenek az emberek, mert a hit bennük, és hogy az Úr Jézushoz közelebb kerülhessenek. Kérlek Istenem, hogy áld meg a szolgálatunkat, legyél velünk a jövőben is. Hogyha tényleg itt Magyarországra tervezel egy olyan ébredést, amikor nagyon sok ember megtérette hozzád, akkor Uram, hadd legyen az, hogy bennünk kezdődik ez, és ez a kör egyre nagyobb lehessen. Kérlek Istenem, hogy így áld meg testvéremet is, és mindazokat, akik ebben a média misszióban szolgálnak, a te nevedben, Úr Jézus. Amen. Amen. Atyám, az Úr Jézus drága nevében jövünk eléd, és áldunk téged azért, hogy megismerhettünk téged, és neked szolgálhatunk. Köszönöm az én testvérem életét is, ahogyan megosztotta velünk az ő életét, hogy hol, milyen körülmények között szolgál. Köszönjük ezt neked, és add, hogy továbbra is hagyd tudjon, Uram, teljes tűzzel végezni azt a feladatot, amivel te megáldottad őt. Köszönjük neked, Uram, hogy a kedves nézőket is, akik hallhatták ezt a beszélgetést, kérünk téged, Uram, hogy őket is te érints meg, és add meg számukra azt, hogy keressenek téged. Köszönjük neked, Uram, hogy most is velünk voltál, és továbbra is használj fel a te országod építésében. Az Úr Jézus drága nevében hallgassál meg, Atyám. Amen. Amen. Megköszönöm a kedves televízió nézőinek, hogy önök minket választottak, és kívánom, hogy minden olyan dologra figyeljenek fel, amiről hallanak, mert nagyon fontos lehet, hogy az életük különböző területén, hogyha önök is ugyanúgy átmennek ilyen területen, akkor keressék a megoldást, és hát egyedül az Úr Jézus a megoldás mindenre, ő tud választ adni az életünk nehéz helyzeteire is. Én azt szeretném, hogy továbbra is hát keressék ezt a lehetőséget. El is köszönök a kedves nézőktől, Isten áldja meg önöket a viszontlátásra.